Készülnek a V8-as és V10-es motorok az Audi Hungáriánál. A 8-hengeres változatból naponta mintegy 200 hagyja el a gyártócsarnokot, ahol a vezérműtengely, a hengerfej és a forgattyúsház mechanikai megmunkálását is elvégzik. Ezen a területen most több mint 400-an dolgoznak. 1997. augusztusában kerültem az Audi Hungáriához, a V8-as motorszerelésbe nyertem felvételt. Egy hónap után ingolstadti kiküldetésen vettem részt, ahol elsajátítottuk az akkori V8-as 4-szelepes benzines motornak az építését, amit a győri gyárba építettünk tovább. Az Audi Hungária V8-as motorszerelőjében jelenleg 6 fő motorcsalád készül, a 340 lóerőstől egészen az 560 lóerősig. A jelenlegi modelljeink a Volkswagen koncern 5 márkájába kerülnek beépítésre, Audiba, Volkswagenbe, Lamborghinibe, Bentleybe és Porschéba, olyan autókba, mint az RS4-es, RS5-ös, S6-os, S7-es, A8-as, S8-as, Audi Q7-es, de a Volkswagen Touareg, Lamborghini Gallardo, Porsche Cayenne, illetve a Bentley Continental GT. Nemrégiben elkészült az 500 ezredik 8-hengeres motor, amelyet egy német piacra szánt Audi S8-ba építenek be. A jubileumi V8-as TFSI erőforrás 520 lóerős és 650 Nm teljesítményű. A munkatársi ünnepségen Kálmán Sándor szegmensvezető felidézte a V8-as motorok történetét, amelyből az első darab 1997. augusztus 8-án készült el. Ez nem csak nekem, hanem azt gondolom, hogy az egész társaság számára elsősorban sok munkát, nagy megtiszteltetés jelent, lehetőséget, bizalmat. Az elmúlt 15 év során sikerült bebizonyítanunk azt, hogy alkalmasak vagyunk ennek a bonyolult motornak, motorcsaládnak a gyártására, és ezért lehetőségünk van, és lehetőségünk lesz a továbbiakban is tovább folytatni ezt a munkát. Ez az 500 ezer egy csodálatos szám, azt jelenti, 500 ezerszer szállítottunk ebből a nagyszerű motorból a Volkswagen koncern csúcs technológiát képviselő termékeihez, ahogyan ezt a filmben is láthatták. Fantasztikus, hogy a Lamborghini, Bentley és Audi modellek számára ilyen sok motort építhetünk. A rendezvényre a Neckarsulmi gyár fejlesztői is ellátogattak, akik nem érkeztek üres kézzel. Két képet hoztak magukkal, amelyek közül az egyiken a korábbi motortípusok láthatók, a másikon pedig az ünnepelt V8-as biturbó motor.